A legjobb árakért és kedvezményekért látogassatok el az Eneba oldalára, a linkeket pedig, mint mindig, most is megtaláljátok a leírásban. Na szevasztok srácok, üdvözlök mindenkit ebben a mai videóban. Ismét azt mondhatom, hogy egy egészen jó hét jött, méghozzá több szempontból is. Egyrészt azért, mert hogy remek pénzszerzési lehetőségeink vannak, másrészt pedig több régi nagy klasszikus játékmód is visszatért a héten, nem beszélve a sok-sok akcióról, ami még ma jött, úgyhogy szerintem nem is húzom tovább az időt, nézzük is a részleteket. A jelenlegi hét szeptember 7-től egészen szeptember 14-ig fog tartani, a pódiumon a Grotti Stinger GT-t fogjátok találni, ennek az eredeti ára 875 000 dollár, de természetesen, mint mindig, most is egy hétig ki tudjátok ingyenesen pörgetni a Lucky Wheel segítségével, ehhez sok sikert kívánok mindenkinek. A Prize Ride-ra pedig a Nebula Turbo került fel, hogyha ezt is szeretnétek ingyenesen megszerezni, akkor a top 3-ban kell végeznetek bármelyik Los Santos Kármit versenyen, méghozzá 2 egymást követő napon, ehhez is szintén sok sikert. Nézzük az akciókat, 30%-kal olcsóbb jelenleg a Benefactor SM722, valamint a Vini Issy Rally. 40%-os akció van érvényben az Acid Lab megvásárlásán, illetve az összes hozzátartozó fejlesztésen is. Akciós még a Brickade 6x6, a Dinka Kanjo SJ, az Overflood Entity XF, a Dominator és gyakorlatilag az összes arénaváros fejlesztése a Dominatornek, illetve féláron tudjátok megvenni a Buckingham Volkire-t és a Vini Dynasty-t. Úgyhogy ezek az akcióink vannak a jelenlegi héten, nézzük a pénzszerzési lehetőségeket. Kétszeres dollár és RP szorzó van az összes arénavár játékmódon, kereken egy hónapja már, nem tudom, hogy miért, szerintem szimplán bent felejtették, más magyarázatot legalábbis nem találok rá. Szintén dupla szorzót kaptak a Motor Wars játékmódok, az összes, úgyhogy van belőlük néhány, érdemes lehet kipróbálni. Szintén kétszeres szorzó van érvényben a Junk Energy Skydive-okon, és most figyeljetek, az Acid Lab eladásokon is, ami így jelenleg public sessionben 30 fő mellett nem kevesebb, mint 1.676.000 dollárt fizet. Ez valami egészen elképesztő, úgyhogy egyrészt imádom is, másrészt meg tényleg ez az, amivel a leginkább megéri foglalkozni a héten. Van hozzá útmutatóm is, jobb felső sarokba kattintva az i betűre meg tudjátok nézni. És dupla szorzó van az Armored Strikes random eventen is, ami így a szokásos 25 helyett 50 000 dollárt ad. Amennyiben megtaláljátok, vagyis hát feldobja a játék nektek a pénzszállító autót, akkor érdemes kiszedni. És ott vannak a Time Trialok is, a Land Vehicle-os a Power Station, az RC Banditos a Cypress Flats, a Junk Energy és pedig a Mirror Park, az utóbbi kettő ugye naponta változik. És hát tulajdonképpen ennyi lett volna ez a jelenlegi hét. Egy fontos dolgot azért még szeretnék elmondani így a videó végén, mert hogy egy picit talán veszélybe van a csatorna jövője, úgyhogy arra szeretnék buzdítani mindenkit, hogy aki szeretné, hogy továbbra is elkészülhessenek ezek a heti frissítéses videók és minden más tartalom, az élőadások, stb. Azok tudják támogatni a csatornát akár csak 199 forinttal is havonta, ez is egy tök nagy segítség nekem, és előre is köszönöm, hogyha valaki a tagság mellett dönt. Én nagyon remélem, hogy tetszett nektek a videó, és hogy tudtam bele segíteni. Hogyha így van, kérlek, dobj rá egy lájkot, és ha még esetleg nem tetted volna meg, iratkozz fel. Én köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, hamarosan találkozunk ismét. Dani voltam, sziasztok! I can't take no loss, I don't even know what it